Jó estét kívánunk, köszöntöm a Pécs TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják, melynek első felében a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Kodály központbeli koncertre látogatunk el. Tartsanak velünk! Íme az idén 55 esztendős Kaláka zenekar a Pécsi Kodály Központ színpadán 2024. január 22-én hétfőn a Magyar Kultúra Napján. 1989 óta ünnepelhetjük ezen a naptári napon a Magyar Kultúra Napját. Ez az az évforduló, amelyen visszaemlékezhetünk arra, hogy Kölcsey Ferenc befejezte, letisztázta a himnusz kéziratát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén, ahol a költő 1815 és 1838 között élt. Az évfordulón Pécset több helyen is tartottak a Magyar Kultúra Napjához kötődő rendezvényeket, a Tónusok stábja a Kodály Központba az esti koncertre látogatott el, ahol a Kaláka és a Jazz Boys zenekar közös koncertje várta a közönséget. A zenei ünnep előtt a város kultúráért felelős alpolgármestere Zag Gábor mondott köszöntőt. A magyar kultúra velünk él, minden szavunkkal, cselekedetünkkel formáljuk. A magyar kultúra az, amelyre építhetünk, és amelyre építenünk is kell, és amely megőrzése és továbbvitele mindannyiunk közös feladata és felelőssége, annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk méltóan képviseljék nemzetünket, hogy tiszteljék, becsüljék, és tovább örökítsék kulturális örökségünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Számomra kulturális alapolgármesterként rendkívüli fontossággal bír, hogy igényes, és hogy az igényes kultúra otthona lehessen Pécs. Feltételeinek biztosítása kiemelt célunk, melyet véleményem szerint együtt teljesítettünk és teljesítünk. Hiszen az elmúlt időszakban számtalan rendezvény alkalmával megmutathattuk, hogy micsoda értékteremtő munkafolyik városunk. És miután lehetünk büszkék arra, hogy ma Pécsre sokat úgy gondolnak, mint Magyarország egyik legjelentősebb kulturális decentrumára. Ezúttal is engedjék meg nekem, hogy köszönetemet fejezzem ki minden kulturális intézményünk és cégünk dolgozójának, a pedagógusoknak, a civil szervezeteknek, és nem utolsó sorban önöknek is, és mindenkinek, aki dolgozik azért, hogy a kulturális értékeinket megőrizzük és tovább örökítsük. Köszönet a helytállásokért, elhivatottságokért, és köszönet mindenkinek a magyar kultúrálásáért. A fúziós jazz-hip-hop zenét játszó Jazz Boys több alkalommal is játszott már Pécset, legutóbb a 2022-es Sétatér Fesztiválon léptek fel városunkban. A zenekart Magyarország egyik legígéretesebb csapataként tartják számon, úgy a hazai, mint a nemzetközi zenei vizeken. Az már más kérdés, hogy miként találkoztak a hazai zenei világban már-már veteránnak számító Kaláka együttessel. Budán voltunk bornapokon, muzsikáltunk, és gondolkodtunk rajta, hogy kit kéne elhívni a MIPA-ba vendégszereplőnek, mert jött egy felkérés a MIPA részéről, hogy Jazz Boys szívesen látnák, de szeretnének egy vendégelőadót, vagy egy másik zenekart, hogy együtt menjünk, és gondolkodtunk sokat rajta, és ott jött egy ilyen megvilágosodás, hogy mindannyiunknak egy ilyen közös nevezője a Kalák a gyerekkorunkról. Nagyon szeretjük a szövegeket is, versek, meg a zenék is közel állnak hozzánk, főleg így amiket még régebben, a 80-as években, amiket csináltak, abszolút ilyen jazz-influenced dolgok is megtalálhatók közöttük, és így aztán kitaláltuk, hogy Kalákával csináljunk ott egy közös showt, és ez meg is történt tavaly januárban.
Hogy hogy képzelje el a kedves néző, hogy Halló Grillus lakás, és akkor mi vagyunk a Jazz Boys? Hát igen, annyi szerencsénk volt Álisnak, hogy én régóta csinálok mást is még a Jazz Boys, mint mindenki más a zenekarban, és ennek az egyik része van egy elektronikus zenei projektünk, a Grillus Ábrissal, aki a Willinek a fia, és innen én már a Willit ismertem, ezért bátorkodtam ezután a ötlet után, hogy akkor hát lehet, hogy akkor így ezen keresztül, a vonalon keresztül indulva megkérdezhetnénk, hogy ez lehet lehetséges-e talán, és hála Istennek utána nyitottak voltak erre. Szerintem lehet, hogy azt hitték, hogy még a Grius, hogy az Ábris is benne lesz ebben a projektben, de ez már utána nem számított semmit, mert hogy kicsit utánunk néztek meg, mit tudom, és akkor így tök nyitottak voltak, és hála Istennek a próbák meg ez az első tavalyi koncert is igazából jobban sikerül, mint ahogy azt tehát elképzelhettük volna, tehát teljes pozitív, nem is csalódás, de hogy mondjam, egy ilyen meglepő fordulat, hogy ilyen egyszerűen és könnyedén és ilyen jó érzéssel megy ez a közreműködés. Tegyük hozzá, hogy felkészül Grillus Dorka, hát ő is beszáll a buliba, de igazából a tizenétek is már eleve egy kevert műfaj, jazz, a hip-hop, kaptam egy jó fülest, hogy Pesten szoktatok MC-kkel is improvizálni, és akkor a Kalákához hogyan tudtok hozzá illeszkedni, vagy tudom, hogy úgy lesz, hogy egyszer játszik a Kaláka, egyszer ti, de aztán van egy közös blokk is. Hát szerintem milyen összekötő kapocs, így most mondtad az MC-zés, rap, hip-hop, szerintem pont a jazz, ami így összeköteti ezt az egészet, ugye nagyon sok jazz sample alapú hip-hop zene van egészen a 90-es évektől kezdve, és sokszor csináltunk azt, hogy megtanultuk konkrétan ezeket a számokat, és akkor azt kicsit utána tovább improvizáltuk, meg így a jazz részét kibontottuk, ez ugye a hip-hop vonal, és akkor a másik vonal, meg így a jazz standardek, meg a dalok, és ott meg már eléggé megvan a közös nevező szerintem a Kalákával, mert az ő zenéjükben is megtalálható szerintem a jazz, hogyha egy picit az ember olyan füllel hallgatja, nem feltétlenül a szövegre koncentrálva, hanem így a zenei dolgokra. Az a szerencsés helyzet volt, hogy a repertoárt, hogy mondjam, megadták a szabadságot, hogy mi rakjuk össze, vagy állítsuk össze. Tehát nekem volt egy időszak, amikor aztán mindenki meghallgatott egy ilyen 1500 Kaláka számot a Spotify-on, meg a YouTube-on, ahonnan lemezre, ahonnan tudott. És kerestük azokat a, hát, hogy mondjam, tehát egy bizonyos oldalról a zenét is figyeltük, hogy olyan zenéket válogassunk ki, amik jól mennek a mi hangulatunkhoz, vagy amiben hangszerelésileg is ki tudunk teljesedni, vagy bele tudjuk csempészni a saját ízünket. De közben meg a szövegre is figyeltünk, hogy nyilván nem a gyerekdalos repertoárból táplálkoztunk, hanem tényleg áthallgattunk nagyon sok mindent, és fontos volt az is, hogy a szövegek is azért közel álljanak, vagy hogy olyan témákat fedjenek le, mint mondjuk a hazaszeretet, vagy nem tudom, a fűszedés, vagy mondjuk a szeretet, vagy mondjuk, hát vannak ott súlyosabb témák, a halál, tehát hogy nem feltétlenül egy vidám repertoárról van szó, hanem egy kicsit ilyen próbáltunk olyan dolgokat válogatni, amik most is 2023-24-ben is talán hogy mondjam, egy ilyen rezonálhatnak a közönséggel, meg önmagunkkal is, tehát hogy ez baromi jó volt, hogy ez a szabadság meg volt, mert ez a repertoár, amit összeállítottunk, az egy ilyen szempontból tőlünk jött, és akkor ezeket a számokat így meg jazz boys-osítottuk. Onnan lehet a
lehet. A Kaláka együttes zenéje számos generációnak mozog a vérében, 55 éve játszanak a közönségnek. Amikor a Kodály Központ színpada mögött lévő művész folyoson találkoztam Grillus Dániellel, arról kezdtünk beszélgetni, hogy a Kalákának van egy pécsi kisöccse, ez pedig a Szélkiáltó zenekar. Azért bátorkodtam így fogalmazni, mert ők ketten, mármint a Kaláka és a Szélkiáltó, 5 évente együtt ünnepelnek születésnapot, 5 évnyi különbséggel. Szóval amikor például a Kaláka volt 25, akkor a Szélkiáltó 20, amikor az előbbi 50, akkor az utóbbi 45. Idén pedig 55 lesz a Kaláka és 50 a Szélkiáltó. Ebben az ügyben találkozni is fognak a nagyszerű zenekarok. No de miképpen találkoztak több nagy sikerű koncert kedvéért a Jazz Boys-szal? Íme a történet Grillus Dániel olvasatában. Ők azért nincsenek még 50 évesek, még életkorukat illetően se nem, hogy a pályafutásokat. Hát valóban a Szélkiáltót nagyon régóta ismerjük, testvéri kapcsolatban vagyunk. Idén is lesz majd közös koncertünk, például a Egri Kaláka Fesztiválon, ahogy itt a Kodály Központban volt 5 évvel ezelőtt a Pannon Filharmonikusokkal, most a Miskolci Filharmonikusokkal lesz egy közös koncertünk, ahol az ő dalaikat is, meg a miénket is lehet majd hallani, de hát az még júniusban van. A Jazz Boys az nagyon meglepetés volt. Nem tudtam igazából elképzelni, hogy fog ez megszólalni, de hát nem, kedvesek volt, hát persze, hát az ember boldog, hogyha fiatalokkal együtt muzsikálhat, és anélkül, hogy előre tudnám. És hát ők olyan nótákat választottak ki, ami nekünk is nagyon érdekes volt, ami jellemző legalább is ugyanúgy rájuk, mint ránk, mert csomó olyan dal is van, amit például mi nem is szoktunk játszani. És hát ugye több száz nótát nyilván meghallgattak, és valahogy kiválasztották ezeket, amit most itt a ma esti, például a Fekete Ember lemezünkről, vagy a Kosztolányi lemezünkről. Egyszerűen nincsen repertoáron, de most azonban. Jó döntés volt nekik szabad kezet adni a választásban? Hát csak azt lehetett csinálni, mert ők tudják, hogy mit. Most én nem mondhatom, hogy most ezt választhatok, még azt is mondhatom, hogy nekem tulajdonképpen nem olyan fontos, hogy melyik nóta van, hanem maga ez az együtt muzsikálás, ez a, ami fontos, és nagy öröm. A Művészetek Palotájában tavaly nagy siker volt ez a koncert, és akkor megint egy kis testvérről beszélgetünk, mert ugye a Kodály Központra mondják, hogy a Műpának a vidéki, mondjuk így, prokona vagy kisöccse. Hogy tetszik a ház? Szerintem játszottak már ők itt a Kodály Központban. Most mondtam, hogy a Szélkiáltóval 5 évvel ezelőtt, de volt egyszer a Teljesség felé előadásunk is itt, akkor volt szerintem gyerekeknek is muzsikáltunk, mert szóval egyáltalán nem ismeretlen a Kodály Központ. Ahogy Pécset is nagyon sokan, hát régen ugye olyanok voltak általában a egyetemek, hogy ott mind volt így koncert. Most ez azt hiszem, hogy már nem nagyon van, vagy legalábbis hát ugye nem az ilyen vén embereket hívják meg. Ez kicsit hiányzik. Tényleg Pécset játszottunk ezen azon az egyetem is. Hát meg zsűritaként volt egyszer egy énekelt versek fesztiválja, utoljára 97-ben. Igen, hát az sincsen már. Van énekelt versek fesztiválja Zentán, délvidéken, oda minden évben is megyünk. Adunk egy gálástet, mindig vannak vendégeink, idén majd májusban megyünk a Kányádi estünkkel, amit Bogdán Zsolt, a remek kolozsvári színész közreműködésével adunk. Ez egy ilyen szenírozott irodalmi est, amit nagyon örülünk, hogy az 50. évfordulóra mutattuk be, és azóta is műsorom van. De hol visszatértek, boldog, aki nem éri meg, halomra halnak miattad, s értem, most is, s ha lenne visszatértek, boldog, aki nem éri meg.
Meghosszabbították a nagy sikerre való tekintettel a világhírű építész Breuer Marcel előtt tisztelgő emlékkiállítást a Zsolnai Kulturális Negyedben. Így a tárlat február 11-ig látogatható az M21 galériában. A Tónusok stábja tavaly novemberben látogatott el a kiállítás megnyitójára. Egy világklasszisról van szó, akit a hazájában nem nagyon ismernek. Tehát ez igaz Pécsre is, és igaz egyébként egész Magyarországra is, hogy miközben az egész nyugat-európai és tengeren túli könyvtárak, sajtó, archívumok tele van Breuerrel, elképesztő könyvek jelentek és jelennek meg róla, gyakorlatilag Magyarországon nem nagyon ismerik, legfeljebb a Vasili széket az ő munkásságáról. Ezért tartottuk nagyon fontosnak azt, hogy évforduló ide vagy oda mindenképpen megszervezzük azt a kiállítást, aminek Hiány és emlékezet a címe, mégpedig azért, mert a hiányokból építkezik a kiállítás, mutatja azt meg, ami van, meg is mutatja azt is, ami nincs, és tulajdonképpen ezt az egész emlékezet kultúrát teszi fel a végén a kiállítás utolsó termébe kérdésként. Pécset őrzi nevét egy sétány, illetve a Pollák Mihály karnak a doktori képzése, most már egy emléktábla is az Irgalmasok utcájában. Lehetne esetleg mégis, ha nem is ez a teljes gyűjtemény, hiszen ebben sok kölcsönzés van, valahol Pécsett egy állandó helye Breuer Marcelnek. Én azt gondolom, hogy lehetne Breuer Marcelnek, de lehetne mondjuk az egész pécsi Bauhausnak, hiszen azért a Breuer egyike annak a hat Bauhausernek, aki azért nemzetközi szinten ismerté vált Pécsről. Azt hiszem, hogy mindegyikükre büszkék lehetünk, noha Breuer lett a világklasszis, vagy a világsztár, vagy az a kozmopolita világhírű építész és tárgytervező, akit minden design tankönyv tanít, és mindenhol ismernek. Tehát azt gondolom, hogy igen, de leginkább érdemes lenne egy olyan kiállításba gondolkodni, ami az egész pécsi Bauhausnak a történetét bemutatja, és annak nyilván egy nagyon fontos része lenne Breuer és a Breuer életműve. Annál is inkább, mert Breuer nagyon hűséges volt Pécshez, hiszen visszajárt, egyébként hűséges volt Magyarországhoz is, tartotta a kapcsolatokat az óhazával, az itteni barátokkal, a családdal különösen. A kiállításban láthatjuk a levelezését, amit a nővérével, Herminával folytatott, legalábbis egy levelezésnek egy elég több évtizedes dokumentumokból válogatott részét. Azt gondolom, hogy ő egy olyan személyiség volt, akinek fontos volt a gyökere, fontosak voltak a gyökerei. Ide eljött a feleségével, találkozott a pécsi barátokkal, volt osztálytársakkal, hiszen itt élt 20 éves koráig. Tehát azt hiszem, hogy ha Vazarelli, aki 4 éves korától már nem Pécset élt, olyan nagyon ismert és fontos, turisztikailag is fontos relevanciával bír a város részéről, akkor Breuer de pláne. Én azt tapasztaltam, amikor külföldön egyébként májusban ezt a kiállítást már megrendeztük a Párizsi Magyar Intézetbe, nagyon sokan jöttek. Tehát egyszerűen az a név, hogy Breuer, az gyakorlatilag hívószó volt. És azt valószínűleg sokan nem tudják, de Breuernek a New York irodáján kívül Párizsban is volt egy kisebb irodája, 11 néhány építésszel dolgozott ott együtt. Úgyhogy Párizsban és Franciaországban különösen nagy kultúrája van, hiszen Franciaországban hozta létre a legnagyobb életművének legnagyobb darabjait. Az UNESCO-t például, vagy az IBM székházat, vagy akár a bajoni szatellitvárost, ami egy nagyon kiváló példája annak, hogy hogyan lehet gondoskodni a szociális rászorulóknak a lakhatásról egy minőségi szinten. Századszorra is kimondhatjuk, Grand Hotel a Márkus Színházban. Mert hogy ünnepeltek a teátrumban, a 100. előadásához érkezett a pécsi Márkus Színház produkciója, a Grand Hotel, ami Rejtő Jenőről szól, annak a bizonyos vesztegzárnak a nyomán. Itt a Tónusokban bő 2 évvel ezelőtt, 2021. novemberének közepén foglalkoztunk az előadással, akkor a 70. alkalmon túljártak Pilári Gáborék, és azért jártunk akkor a Márkus színben, mert a Covid-járvány csitultát követően ezzel a darabbal várták újra a közönséget.
Most pedig 2024. januárjának végén eljutottak a 100. előadásig. Ennek alkalmából idéztük fel a kezdeteket. Hát nagyon nagy izgatottsággal láttunk neki az előadás bemutatásának, de akkor még nem ez az előadás volt, hanem tartottunk egy előbemutatót, amiből szerintem ilyen 10-12 előadást játszottunk, ahol teszteltük a nézőket, illetve teszteltük magunkat, hogy az előadás hogyan működik, hol nem működőképes, melyek azok a jelenetek, amiket erősíteni kell, mi az, amit a legjobb, hogyha kihagyunk belőle. És miért született meg az átirat? Mert ugye Rejtő Jenőről van szó, illetve hát a Vesztek zár a Grand Hotelben című regényéről, de hát azért nem annak a fonalát követi, hogyha jól tudom. Hát igen, azért aki olvasott Rejtő Jenő könyvet, azt tudja, hogy az írónak a fantáziája az határtalan. Úgyhogy azokat a mondatokat és gondolatmeneteket, amiket ő rögzített a regényeiben, azt nagyon nehéz visszaadni egy színházban. Mi azért választottuk a bábot, és azért izgalmas nekünk, mert megpróbáltuk bábokkal tovább mesélni ezeket a gondolatokat, amiket a Rejtő Jenő leír a könyvében. De miért választottátok Rejtőt? Tehát, hogy szeretitek, vagy a családban volt egy kultusz, ahogy képzeljem el? Hát olvastunk Rejtő Jenőt kamaszkorunkban, persze, de igazából mi arra gondoltunk, hogy a felnőtt közönségünket megszólítjuk. Mi az, ami a mai világban a felnőttek érdeklődését felkelti? Sok mindenen gondolkodtunk, de aztán azt gondoltuk, hogy talán egy krimi az lehet egy olyan felvetés, amitől sok nézőnk lesz, vagy érdeklődnek majd felé. Jó, akkor itt végig gondoltuk a franciákat, az angolokat, sok minden eszünkbe jutott, de hát miért nem magyar krimit? Akkor mi legyen, és akkor így eszünkbe jutott ez a kamaszkori olvasmány tapasztalat, hogy hát Rejtő Jenő, és ugye a Grand Hotel, a Vesztek zár a Grand Hotelben az milyen nagyszerű lenne, hogyha azt megpróbálnánk bábszínpadra alkalmazni. És aztán bejött, mert most itt vagyunk 2024. januárjának végén, amikor is odakint már gyülekeznek a népek, 7 óra helyett már 5-re jöttek, és itt vannak az alkotók is, mindazok a szereplők, illetve közreműködők, művészek, akikkel ez a történet elindult. De azért közönség is befér, vagy most az nem lesz, hanem ez egy családi ünneplés? Hát ez egy zárt körű előadás lesz most, révén, hogy a terünk nem olyan nagy, és szerettük volna, hogyha a barátaink és a szakmából ide látogató, meghívott vendégeinkkel töltenénk meg a termet. És mit mondanak ők? Mert hogy ide beszélgettünk el a kezdés előtt, ugye, hogy jutott el felnőtt báb előadás, 100 előadásig, tudtok-e erről az ország, mondjuk az országot nézzük? Hát szerintem az ilyen kis színházak, mint amilyen a mi színházunk is, akik vándortársulatként működnek az év javarészében. Ők azért pár év alatt el tudnak jutni a 100 előadáshoz, a 100. előadáshoz, csak az a kérdés, hogy egyrésztől számoljuk-e még az előadásokat, mint vándorszínház, persze valamennyire számolja az ember, de egy ilyen fix helyen, mint ahol most ezt mi tartjuk ezt az előadást, így még nem tudok róla. Sőt, nagy bábszínházaknál sem tudok olyanról, ahol 100 előadás lett volna egy darabból. Otthonos. Lakályos. Hiányos. Na, Szidónia, nem látta a kis bőröndöm kulcsát? A zsebében van! Nincs ott. Jajjenő úr, akkor nézze meg a hátsó zsebébe, jó? Igen, jó, hogy mondja. Ott sincs. Akkor a mellény zseb! Ott sincs. Várjon, Szidónia. Nyitva volt. Hogy aggódtam. Sose hagyom otthon. Jenő úr! Na? Ott a teraszon ült egy gyönyörű nő. Igen? Így láttam én is. És valami nagyon finomat ihatott.
habos volt. Ne foglalkozzon vele. Nem tudja, hogy az mi. Nem, ilyenekkel nem foglalkozom. Azért kérdezem magától, hogy vajon az mi lehet. Én tudom, hogy mi, de most még nem írtuk. Nem írtuk meg még a regényt, nem mondom meg, hogy mi, mert drága. Amint az iménti beszélgetésben is hallhatták, a Grand Hotel 100. előadására a szakma és a barátok gyűltek összeünnepelni. Bábosok, írók, rendezők, zenészek, dramaturgok, barátok és tervezők, jelesül báb és díszlettervezők. Köztük a Grand Hotel díszleteinek és bábjainak megálmodója is. Én bábszínházi tervezéssel foglalkozom, és a Zsuzsiékat régóta ismerem, jóval előről, régebbről, mint 2014. És hát ugye, mivel azonos az érdeklődési körünk, előbb-utóbb elkerülhetetlen volt, hogy együtt dolgozzunk. Ők szerettek volna velem dolgozni, én ennek nagyon megörültem, tehát a felkérés az tőlük jött, és elvállaltam, és hát velük mindig izgalmas a közös munka. Voltak instrukciók, hogy mondjuk azon túl, hogy Rejtő Jenő vagy P.H. Howard, és hogy az a korszak, vagy pedig hagytak szabadon szárnyalni téged? Hagynak szabadon szárnyalni. Rejtő Jenőben az az izgalmas, én az a generáció vagyok, aki még olvasott könyv alapon Rejtő Jenőt elég sokat, és nyilván az egyik kedvencem. Ugye lejártak a jogok, és így lehetőség nyílott a színpadi megvalósításra. Nagyon izgalmas, mert nagyon szövevényes a történet, és igazából, hogyha a színpadon, egy ilyen kis színpadon, mint a Márkus szín, mindent meg szeretünk volna mutatni, akkor egy sok órás előadás jött volna létre, úgyhogy erősen meg kellett húzni, hogy mi lesz ez a fő irány, és igazából csak érzetben tudtuk szerintem visszahozni Rejtő Jenőnek ezt a fantasztikus, szövevényes, vicces bűnügyi sztoriát, tehát, hogy nagyon izgalmas munka volt, ők hagytak engem dolgozni, folyamatosan oda-vissza megbeszéltük, én inspiráltam őket, ők inspiráltak engem, Rejtőjelő inspirált mindannyiunkat, és akkor ez így kialakult. Családias, otthonos helyszín a Márkus Színház a Perccel Miklós utcában, az egykori Pékség helyén, de ez azzal is jár, hogy úgy a színpad, mint a nézőtér jóval kisebb az átlagosnál. A kérdés ennek nyomán ismét, hogy a nézetméterek száma a bábszínházi tervezőt megköti, vagy engedi szárnyalni. Nagyon hálás tud lenni egy ilyen kis színpad, és egy ilyen családi bábszínház. Nyilván, mikor az ember látja, hogy hová készül az előadás, akkor olyan léptékben gondolkozik, és olyan, olyan lehetőségeken amik ide alkalmassá teszik, és hát ismerve az ő játékstílusukat, a helyszínt, ezeket az ember összefűzi a munkájában. Szerintem rendkívül izgalmas egy ilyen kis színpadra dolgozni. Sokszor sokkal izgalmasabb, mint egy nagyra. Zárásként még annyit, hogy már ideje korán gyülekezik az ünneplő tömeg, ugye a szobához vagy a termekhez képest. Én láttam más bábszínházak képviselőit is, Hottóról például a Fejfel Zsófiék, Varga Péter, tehát ez egy bensőséges zárt körű ünnep lesz. A bábosok gyakran tartanak ilyet, mondjuk egy 100. előadáson, vagy ez egy speciális alkalom nektek is? A 100-at meg szokták ünnepelni, de ritkán van az, hogy minden alkotó részt tud venni, vagy egy ilyen kiemeltebb ünnepség lesz. Ez inkább így a családi bábszínház vonzásköre ez, hogy így most így a szűk baráti kör van jelen ezen az előadáson. Tehát, hogy ez igazából a Márkus színnek a családi ünnepe valójában. És hát ennyi igazából. De gondolom örömmel jöttél. Hát nagyon, ide mindig nagyon. Mi egyébként szoktunk itt családilag többször találkozni, tehát van Knédli fesztiválunk, amikor
csehk nédli specialitásokat sütünk, főzünk. Nagyjából ugyanez a társaság, farshangozunk, nagyon sok mindent csinálunk együtt. Tehát, hogy igazából ennek a, ez egy ünnepség sorozatnak az egyik része ez a 100. előadás megünneplése most. Mi minden előadásunkat szeretjük valamiért. Ezt azért szeretjük, mert egy nagyon jó játék a felnőttekkel együtt megélni újra meg újra azt a felvetést, amit a mi előadásunk megpendít, az pedig az, hogy egy nő és egy férfi, egy író és az ő titkárnője hogyan tudnak együttműködni ahhoz, hogy megszülessen egy nagyszerű regény. Ez volt már a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinját látták. Köszönjük szépen figyelmüket, jövő hétfőn új kiadással jelentkezünk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.